az 1970-es évek végén nyilvánították természetvédelmi területté a Bolha-hegyet, amely sok-sok izgalmat rejt az odalátogatók számára. Szeretném a résztvevőknek bemutatni azt, hogy ez mennyire különleges hely. Jelzett turista utakon nem lehet ide eljutni, csak azokon az ösvényeken és dűlő utakon, amit a helybeliek ismernek, de nem csak az érdekes és védelemre érdemes növények miatt érdemes ide ellátogatni, hanem azért is, mert nagyon szép kilátás nyílik innen a Zsámbéki medencére. Ezen kívül pedig kőbányát és barlangot is találhatunk ezen a hegyen. Kevesen tudják, de egy olyan szekérút van belemélyülve a hegybe, ami ritkaság. Tehát itt Magyarországon nem tudok olyan kőbányához tartozó ilyen bemélyült útról, ami máshol lenne. Tehát ez Biatorbágynak egy különlegessége. Érdemes megismerkedni vele, mert nagyon különleges egy hely. Kicsivel több mint 2 éve lakok Biatorbágyon, és azért jöttem a túrára, mert szeretnék helyismeretet szerezni, illetve a környék természeti kincseit megismerni. Nagyon érdekes volt a kőbányal előhelyeket megismerni, illetve azt is, hogy milyen növénytársulások vannak, mi az, ami éppen folyik a Bolha-hegyen, mármint vegetáció szempontból. Pátról jöttem barátokkal erre az útra. Nagyon szeretek gyalogolni, túrázni, és a tematikus utakat még inkább kedvelem, mert ott gazdag ismereteket lehet szerezni, úgy volt ez ma is. Kár, hogy az idő ködös volt, és nem láttunk többet messzebbre, de biztattam a vezetőket, hogy ismételjék meg tavasszal, amikor majd a virágok, szép tavaszi virágok kinőnek, és köztük vannak ritkábbak is, ritkább fajok, amint hallottam, úgyhogy bízom benne, hogy ez is így meg fog valósulni. Tényleg nagyon jól esett ez a túra, ez az út.